Jó estét kívánok! Új gyártócsarnokkal bővült a Luxol Kft. Szerdán ünnepélyes keretek között avatták fel az új telephelyet Szabadbattyánban. Erről lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A legmodernebb technológiával készülnek az agregátorok a Luxol új csarnokában. Az idő nagy részében csak bevetésre készen állnak az így gyártott termékek, azonban egy esetleges áramkimaradás vagy áramszünet idejére biztonsággal termelnek villamos energiát. A családi vállalkozás 2001-ben egy irodaházban alakult, 2015-ben már Szabadbattyánban avathatták fel az első gyártócsarnokot. Székesfehérvárról indultunk, nekünk még a Budai úton volt egy irodaházunk, és eleinte inkább szolgáltatással foglalkoztunk, és amikor elkezdett ez a gyártás tevékenység, akkor megpróbáltuk a Budai úton megoldani az összes problémánkat, hogy ebből jöttek a különböző érdekes kihívások, például kamionból kipakolás a Budai úton, miközben kis piros háromszöget tettünk, hogy azzal jelezik a forgalomnak, hogy nekünk most is sürgős feladataink vannak. Tehát egy idő után kialakult, hogy ez bizony ez ott az ottani keretek között nem tartható, ez az egész dolog az agregátoroknak a gyártása, és akkor elkezdtünk körbenézni. És hát az csak nyira nagy titok, hogy én magam szabadbattyányi vagyok, illetve az egész családom szabadbattyányi, és akkor adódott, hogy akkor legyünk, próbáljuk meg itt Szabadbattyánba, és megkerestük a legszebb kukoricaföldet a környéken, kitűztünk négy karót a sark, és azt mondjuk, na akkor mi itt leszünk ezentúl, és így kerültünk Szabadbattyánba, így már 5 éve. Most már lassan tényleg elmondhatjuk, hogy valódi családi vállalkozás lettünk, ugyanis idei évvel már a kisebbik fiam, Bence is belépett a cég életébe, jelenleg ő végzi a cégnek a műszaki vezetését, én drága feleségem az operatív dolgokat intéz, én pedig cikázok szerte széjjel a világba és keresem a partnereket, és hát nőttünk. Tehát ugye elkészült 5 évvel ezelőtt egy gyártócsarnokunk, akkor azt hittük, hogy ez mindent megold az életünkbe, most elkészült a második. Már tudjuk, hogy megvannak az engedélyeink a felső következő csarnokra, amit szintén idén nekiállunk építeni. Tehát próbáljuk ezt a területet minél inkább belakni. Most 2,5 hektárnál tartunk, de még mindig nem értünk a végére az elképzeléseinknek, tehát bízunk benne, lehet, hogy egészen a főútig ki fogunk egyszer érni. 35 fővel dolgozunk jelenleg, és itt az új gyártócsarnokban kb. 10 fővel fogunk még bővülni. Itt ebbe a csarnok részben leginkább az összeszerelés és a fém munkálatok fognak menni, tehát hegesztés, stancolás, hajlítás, összeszerelés, összeépítés, illetve a másik, ami a legeslegfontosabb, az pedig hátul egy komoly tesztterületet is kialakítottunk, ahol a berendezéseinket úgy tudjuk leteszteni, hogy egy automata teszt fázison átmenve tudjuk az ügyfeleinknek majd átadni a gépeket. Talán ez a, ami legeslegfontosabb a mostani fejlesztésünkbe, ez egy teljesen automata tesztterület lesz majd. Az új 1000 négyzetméteres üzemben a világ élvonalához tartozó ipari agregátorok gyártását fejlesztik tovább a szakemberek. A pár évvel ezelőtt elsétált valaki ezen a területen, egy kukoricaföldet találta magát szemben. Most, ha szétnézünk, egy iparterület fogadja a látogatókat. A mi szabadbattyáni történetünk nagyjából 2011-ben kezdődött. Megjelentünk, kicsit feltúrtuk a környéket, utakat építettünk, fákat ültettünk, igyekeztünk belefolyni a falu életébe, és amikor volt egy kis időnk, csarnokot építettünk, illetve létrehoztuk magnéven az első magyar agregátorunkat. 2015. decemberre volt az az időszak, amikor egy nagy álom valóra vált. Az 1003 négyzetméteres gyártócsarnokunkat átadtuk. Nagyjából már a következő év januárjában tudtuk, hogy ezen a ponton nem állhatunk meg. Kapacitásbővítésünk keretében gyártási folyamatainkat szét kellett választanunk, így az akkori épület kicsinek bizonyult. Agregátorainkat széles körben értékesítjük. Legyen szó Magyarországról, a környező országokról, vagy esetleg Indonéziáról. Mindig különleges megoldásokban gondolkodunk. Ha kell, óriás konténerbe zárunk egy agregátort, amire még a török partnerünk, aki Törökország legnagyobb agregátor gyártója is elismeréssel beszélt, vagy éppen mobilizáljuk gépeinket, és kérésre utánfutót szerelünk alájuk.
Ezen általunk kidolgozott új technológiák és elképzelések megvalósulását fogja szolgálni ez az új gyártócsarnok. A most elkészült gyártócsarnok a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával létrejött 195 millió forint összköltségvetésű pályázatból valósulhatott meg. Az ünnepélyes avatáson Suha György miniszteri biztos köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, 2018-ban 18%-kal nőtt a hazai beruházások összege, de az export tekintetében is helytállunk a hasonló cégeknek köszönhetően. Az a szám, hogy Magyarországon 105 milliárd euró volt a tavalyi export összege, azért az nagyon sok mindent jelent. A diplomatáknak elsősorban azt jelenti, hogy Magyarország, amelyik lakosságszám arányában valahol a 80. és a 90. hely között van a világon, export teljesítményét tekintve a 34. Ha ezt a fókuszt tovább szűkítem, és azt mondom, hogy bizonyos szektorok exportjára figyelünk oda, akkor még jobb eredményeket mondhatunk. Gyógyszeriparban a 19-ek, autóiparban a 20-ak körül vagyunk a világon exportban. Az adat viszont, ami a magas minőségű termékeket, a magas műszaki hozzáadott értékű termékek exportját illeti, egy újabb adattal örvendeztet meg bennünket. Ebben az export értelmezésben 10. helyen állunk a világ exportőreinek ranglistáján. Magyarul a magyar tudás, a magyar tudatos export stratégia és az a fajta alkalmazkodó képesség, amit a világpiac elvár mind a diplomáciától, mind a külgazdaságtól, visszaigazolódott eredményeket hoz, eredményeket tapasztalunk a külügyi gondolkodás mindennapjaiban. Tehát 17%-kal nőtt az az összeg, amit tulajdonképpen nemzetgazdasági értelemben beruházásnak tekintünk. Soha nem volt ez a szám ilyen magas. Erre óhatatlanul büszkék vagyunk, és azt gondoljuk a külügyminisztériumban és a kormányzatban is, hogy ha ez az irány jó, és ezt az irányt visszaigazolja a külgazdaság, a külpiacok összessége, akkor nekünk erre valamiféle szakmai válaszokat, a továbbfejlődés irányát legalábbis vízióként megmutató stratégiát kell teremtenünk. Magyarországnak egy új export stratégiája készül jelenleg is a külgazdaság és külügyminisztériumban. Ez az export stratégia nem mást tűz ki célul, mint azt, hogy 2030-ra, ígérem, ez lesz az utolsó adat, 2030-ra a magyar tulajdonú cégek képezzék az export piacon résztvevő vállalkozások legalább felét. Magyarul azoknak a cégeknek szeretnénk elsőbséget adni az export tevékenységben, a külpiacokon, ahol a tulajdonosi kör magyar. Ez egy nagyon ambiciózus stratégia, és nyilvánvalóan ehhez a kormányzatnak és a külügyminisztériumnak egy nagyon pontos munkaprogrammal kell hozzájárulnia. Ezt a munkaprogramot, ha most én ismertetném, akkor egy másfél órás beszédben zárnánk itt a csarnok avatót, de nagyjából a főbb pontjait azért hagyosszam meg önökkel. A magyar export stratégia fókuszában elsősorban persze belpolitikai, ha tetszik, belgazdasági, ha tetszik, igazgatási kérdések állnak. Le kell bontanunk bizonyos típusú adminisztratív akadályokat. Olyan akadályokat, amelyekkel a kis- és középvállalkozások szembesülnek akkor, mikor exportot akarnak végezni, vagy export tevékenységre kezdenek el dolgozni, vagy egyáltalán üzleti terveikben az export szó szerepel. Tehát van egy adminisztratív könnyítés, egy ilyen típusú csomagon gondolkozik a kormányzat. Nyilvánvalóan ez előkészítést, egyeztetést igényel a partnerekkel is, de ez talán ennek a nemzeti export stratégiának a legfontosabb stratégiai iránya. A másik ilyen terület, amire szeretnénk odafigyelni, hogy a magyar diplomácia szolgáltató diplomáciaként dolgozzon. Minden egyes diplomatánknak külföldön fontos és meghatározó gondolata legyen az, hogy a magyar vállalkozókat, a magyar gazdaság exportképes szereplőit támogassa. Ebben a munkában örömmel jelenthetem, hogy körülbelül 110-115 külgazdasági attasénk teljesít szolgálatot a világban, 81-néhány országban. Lassan elérjük azt a helyzetet, hogy minden magyar külképviseleten, Új-Zélandtól, Latin-Amerikán át, Afrikától, Ázsiáig legalább egy olyan szakdiplomata teljesít szolgálatot, akinek a dolga nem más, mint az, hogy a magyar exportot segítse, hogy a magyar gazdaság ilyen típusú élénkítését végezze el.
Ez persze számunkra is szemléletbeli változást, számunkra is forrásokat, erőforrásokat, ezeknek átcsoportosítását jelenti, de ez a Magyar Külgazdaság és Külügyminisztérium egyik legfontosabb feladata. Harmadik, de talán nem a leghangsúlyosabb területe ennek az exportstratégiának, az nem más, mint az edukációs rész. A cégek, a vállalkozások számára nagyon fontos az, hogy megismerjék a külpiaci sajátosságokat, képesek legyenek ezeken a speciális piacokon érdemi tevékenységet végezni. Ebben, amit tudatosan nem oktatásnak, hanem picit ilyen eufemisztikusan edukációs programnak hívunk, ami persze ugyanazt jelenti, ebben mi szeretnénk segíteni, szeretnénk tanítani, szeretnénk ismereteket átadni a magyar cégeknek annak érdekében, hogy eredményesen álljanak helyt a külpiacokon. A legnagyobb projektünk az elmúlt időszakban az Indonézia volt. Indonéziában a magyar állami támogatással biztosító telepek épülnek, és ugye ebben a mi berendezéseink működnek. Jelenleg 36 gépet szállítottunk már, és most jelenleg is folyik két gépnek az építés, ami szintén oda fog majd menni, sőt múlt héten pont az indonéz szervizeseket láttuk itt vendégül, és próbáltuk felkészíteni őket majd a később üzemeltetési feladatokra. Tehát most ez nálunk a number one, tehát a legnagyobbik sikerünk, de bízunk benne, hogy jövőre egy teljesen másik, még nagyobb projektről tudok majd beszámolni. Szabadbattyán polgármestere több szempontból is kiemelten fontosnak tartja a KFT jelenlétét a településen. A ciklus elején, az önkormányzati ciklus elején azt a csarnokot avattunk, ugye 4,5 évvel ezelőtt. Tavaly előtt alapkőletétel, most pedig itt áll ez a csodálatos, meseszép csarnok. Gratulálok, nagy tisztelettel magam, önkormányzat képviselőtestület nevében, és gratulálok ahhoz is, hiszen tudom, hogy ez csak egy állomás, és azok a célkitűzések, amik megfogalmazottak vezérigazgató úrban, Krisztinában, igazgatóasszonyban, túlnyúlnak ezen a csarnokon valamerre arra hátrafelé. Igaz, hogy ez kiteljesedjen, ahhoz még majd üzletelnünk kell, és az önkormányzat áll elébe, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Luxor Kft. Terveit meg tudja valósítani. És most ragadom meg az alkalmat, és köszönöm meg azt a példaértékű együttműködést, amire már célzott igazgatóasszony, ami az önkormányzat és a Luxor Kft. Között van, ami nem csak gazdasági, hanem mondhatnám azt, hogy a település életében szinte minden spektrumot érint. Egészen a rendezvényektől, az egyszerű rendezvényektől, a művészeti, kulturális dolgokig, és ez óriási dolog mindannyiunk számára. Mondhatnám azt is, hogy van most már közös kötelezettségünk is, erre is tett már célzást igazgatóasszony a török kapcsolat vonatkozásában, és ugye településünk Szabadbattyán rendelkezik egy törökkori műemlékkel, és nekünk is, tehát az önkormányzatnak is megvan a kapcsolata, a török kapcsolata egészen a nagykövetségig, sőt van egy testvértelepülésünk, és most van egy meghívásunk is, ugye a következő hétre egy budapesti rendezvényre, ahol majd közösen igazgatóúrral fogunk elmenni, és néhány képviselővel. Szeretnék még egyszer gratulálni, és kívánom azt, hogy a Luxor Kft.-nek a tervei megvalósuljanak. Én azt gondolom, hogy ebben az önkormányzat maximálisan partner és megtesz mindent, hogy ez így is legyen. A cég által gyártott gépeket nem csak Magyarországon, de Szlovákiában, Lengyelországban, Oroszországban, de még Indonéziában is ismerik és használják. Az új gyártócsarnok átadásával azonban még nincs vége a fejlesztések sorozatának. A cég jövőbeli tervei között egy 520 négyzetméteres raktárépület és egy igazgatósági épület megépítése is szerepel. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!